Sziasztok, üdv újra a csatornán! Remélem tetszett nektek a Kat Von D-s videóm, amikor is egy kicsit szolidabb sminkeket ajánlottam így Halloween-ra azoknak, akik annyira nem szeretik elmaszkírozni magukat. Ma viszont egy kicsit durvább vizekre fogunk evezni, na jó, nem annyira, csak egy picit, ugyanis ma egy igencsak félelmetes. Nem tudom, hogy fog kinézni, mert most fogom először megcsinálni, de szerintem félelmetes smink kompozíciót fogok a fejemre kreálni, aminek a középpontjában a cérna lesz. Igen, szóval most egy kicsit extrémebb vizekre fogunk evezni, és szerintem kezdjük is mindjárt az alapozással. Alapozáshoz a L'Oréal True Match alapozómat használom, és hozzá egy Real Techniques ecsetet. Szememre is és a számra is teszek az alapozóból, úgyhogy teljesen egységessé teszem most az arcomat. Az arcomat egy világos púderrel lefixálom, ez a Kors púdere. Szemöldökömet a szokásos barna szemfestékkel egy kicsit tömöttebbé teszem, formázni annyira nem kell, hanem inkább csak egy kicsit feltölteni a hiányzó részeket. Ezután fogok egy duci fejű ecsetet, egy adag szürke színt, és megszínezem a szemhéjamat fölül is és alul is. És innentől indul be az izgalmas rész, mert egész eddig csak a szokásos alapdolgokat csináltuk, és nyugodtan húzzuk lejjebb a szürke színt, ugyanis most nem szeretnénk annyira szép szemsminket, mint úgy általában, ugye? És húzzuk ide le, ahol alapból általában sötét karikáink szoktak lenni, húzzuk ide le ezt a szürkét, és egy ilyen jó nagy kör alakban gyakorlatilag színezzük be a szemünket. Ezután pedig egy hangyányit mártsuk bele az ecsetünket a feketébe, de csak éppen, hogy egy picit, és ahol természetesen is sötét karikáink szoktak lenni, na most azt egy picit emeljük ki, de csak nagyon finoman itt a belső résznél. És satírozzuk el. Szóval egy kicsit így kezd az arcom átváltozni, nem túl szép irányba, de hát Halloweenra készülünk, úgyhogy most nem akarunk annyira szépek és fancy-k lenni. Oké, kicsit az ujjaimmal elsatírozom. Nagyon jó. Most pedig kontúrozni fogom az arcomat az előbb használt szürke színnel és egy kontúrecsettel, gyakorlatilag a szokásos területeken. Mielőtt rátérnénk a lényegi részre, színezzük az ajkainkat. Én egy ajakceruzát fogok most ehhez használni, és igazából a belső vonalat fogom most megrajzolni. Így, és eldolgozom. És mindjárt meg is eszem, mert valami isteni íze van ennek az ajokceruzának. Most pedig akkor jöjjön a lényeg. Először is egy fekete szemceruzát fogok használni, és ennek a segítségével fogom meghatározni azokat a helyeket, ahova majd a cérnákat fel fogjuk ragasztani, ugyanis most egy varrott szemet és varrott száját fogunk készíteni, és tekintve, hogy művér hiányában vagyok, arcfestéket pedig nem szerettem volna használni most ehhez a sminkhez, mert tényleg az a cél, hogy minél többen el tudjátok készíteni ezt az ötletet, úgyhogy most egy kicsit más megoldást fogok használni, tehát a fekete szemceruza lesz az egyik lényegi dolog, illetve használni fogjuk még ezt a piros ajakfélzet is. Szóval először a pöttyöket fogom elkészíteni, ahova szeretném majd ugye a cérnákat felragasztani.
Következő lépés, hogy fogom a műszempillaragasztómat és hozzá egy picike kis földisztító pálcikát, majd pedig ennek segítségével fogom a ragasztót a fekete pöttyökre illeszteni. Várok körülbelül 30 másodpercet, hogy egy kicsit száradjon, és ezután teszem fel a cérnákat. Nem tudom, hogy hogy fog működni itt a szemem területénél, hogy fogok-e tudni pislogni, mert hogy ugye át fog ívelni a szempilláimon, tehát ez még egy nehéz kérdés. Illetve, hogyha ezzel megvagyok, akkor jön az a rész, amikor már nem fogok tudni beszélni, hiszen az ajkaim köré fogom feltenni a cérnákat. Hát erre én is kíváncsi vagyok. Az első szememmel meg is vagyok, és nem is annyira bonyolult, mint sem inkább óvatos mozdulatokat kíván meg ez az egész. Érdemes föntről kezdeni a ragasztást, tehát hogy a cérna felső része ragadjon először meg a ragasztóba, és utána az alsó. Próbáljátok egy olyan keresztmetszetet kialakítani, ami nem zavarja a szempilláitokat majd. Hát én itt éppen csak hogy eltaláltam az ívet, itt már biztos, hogy sokkal jobb lesz. És bőven használjatok ragasztót, hogy minél jobban megtapadjon a cérna szál a ragacsban. Aztán, amikor már megszáradt, akkor már gond nem lesz. Na most ugyanezt megcsinálom a másik oldalon, aztán térjünk át az ajkakra. A szemem készen van, most pedig a pöttyüket egy kicsit átszínezem még feketével, egy kicsit még élethűbb, még sebesebb, varrottabb kinézetet adjak neki. Majd pedig egy-egy pöttyöt teszek oda az ajakfélccel. És most jön a száj területe, ami közben egyáltalán nem fogok tudni beszélni, de azért a végén kipróbáljuk, hát ha mégis sikerül. Szóval ugyanezt az elvet fogom követni, a pöttyök helye már meghatározta így számomra, hogy hova fognak kerülni a cérnadarabok. Feketével átszínezem utána a pöttyök területét, és egy nagyon kicsi pirosat fogok hozzáadni, ami egy kicsit a vért fogja most itt helyettesíteni. És remélem, hogy nagyon király lesz a végeredmény. Ne felejtsétek el lájkolni a videót, ha tetszett nektek, és csatlakozzatok az Ámjanarál csatornához, ha még nem tettétek volna. Csináljuk! Remélem, hogy tetszik nektek ez a smink, és ki fogjátok próbálni. Ha igen, jelöljetek be Instagramon, hogy én is lássam, mit alkottatok. Legközelebb újra találkozunk egy halloweeni videóval. Sziasztok!